Magyarban hegyesen, akár felmérések még tartanak. Töretlen siker, legutóbb két fiatal mutatkozott be a Békéssabai Irodalmi Esten. Rangadó a Kórház utcában, döntetlent játszott a Békés Csaba a Vasas ellen. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Orkán erejű szél rombolt szerdán Békés megyében. A vihar komoly károkat okozott Magyarbán hegyesen, ahol a szél tetőket bontott meg és fákat csavart ki a földből. A kárfelszámolás sok helyen még másnap is tartott. Földdel vált egyenlővé ennek a magyarbánhegyesi családi háznak a melléképülete. A látvány nem egyedi a Mezőkovács házához közeli településen. A vihar útját a földből kicsavart fák, kettétört villanyoszlopok is jelzik. Kinéztem hátra, mert arról jött, és ilyen fodrozó felhőzet volt. Egyszer nagyobb szemekbe elkezdett esni az eső, és mondom a kisfiamnak, mondom, te menjünk be, mert de akkor már nagyon elkezdett. Tehát röpke 5 másodperc alatt. A helyiek szerint az orkán erejű szél hirtelen csapott le, és csatatérszerű állapotokat hagyott maga után. 15 óra 50 perckor feleségemmel kimentünk a fóliába sárga dinnyét szedni, meg a gyerekkel. Elkezdett csapkodni egy kicsit az eső. Aztán jött egy brutális, őrült nagy szél, úgyhogy fél óra alatt a 8 fóliából 9-et szaggatott széllyel. A viharos időjárás miatt folyamatosan érkeztek jelzések a Békés megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére. A tűzoltók 37 esetben vonultak Magyarbánhegyesre, de a vihar más településeken is gondot okozott. Kárhelyszínre vonuló Mezőkovácsházi, Orosházi, Gyulai, Békés Csabai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat láncfűrészekkel, létrákkal és kézi szerszámokkal beavatkoztak. A károsanyag során nem sérült meg senki. Ezen kívül még fát kellett eltávolítani Gyulán 3 esetben, Békés Csabán és Dobozon 1-1 esetben. A Békés Csabai és az Orosházi hivatásos tűzoltók a megyeszékhelyen 6, Székkutason 2 esetben vonultak olyan helyszínre, ahol szivattyúzniuk kellett. A kárfelszámolás sok helyen még csütörtökön is tartott. Töretlen sikerrel zajlik a legtöbb nézőt vonzó helyi felolvasó előadás, a Békés Csabai Irodalmi Est. A kezdetekkor az est fő szervezője olyan célokat tűzött ki, mint a fiatal, tehetséges művészek támogatása. Legutóbb két ifjú írónő mutatkozhatott be a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Stég színpadán. Boldog születésnapot. A rendezvény az est műsorvezetőinek meglepetés születésnapi köszöntésével kezdődött, amelyen dr. Ferenczi Attila és Hevesi Imre is közreműködött. Az önkormányzati képviselő szerint több szempontból is kiemelten fontos az irodalmi est. Az egyik ilyen a közösség formáló erő. Ez a rendezvény sorozat segít óvni, ápolni a napjainkban sajnos egyre gyérülő szókincsünket, és segít óvni, ápolni az íróink, költőink által halhatatlanná tett magyar nyelvünket. A kortárs tehetségek mellett helyet kaptak a klasszikus műalkotások is. S egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön szépen, mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Reményik Sándor versei és Molnár Ferenc egyik novellája is elhangzott az esten. Mikor az Isten intett neki, készülj! Valaki ott lenn, meg akar születni. Később a nagyközönség Réger Vanda színésznő kiskutyájáról szóló írását hallhatta, majd a fiatal író, költő és zeneszerző Pősze Anita versei kerültek terítékre. Gyakorlatilag gyermekkorom óta írok, eddig ami leginkább motivált az írásban az az, hogy kifejezzek olyan érzéseket ezáltal és gondolatokat, amelyeket a napokban, a mindennapokban nem igazán tudok. Most már viszont az is motivál mindenben, hogy ebből minél többeknek átadhassak, és a műveimnek a mondani valóját azt minél többekhez eljutassam, dalon keresztül akár. Az est főszervezője szerint az első irodalmi esnek is az volt a legfontosabb küldetése, hogy Békés megyei írókat, költőket mutasson be, és teret adjon a fiatal tehetségek kibontakozásának.
Most már azért ez a megye határon is túlmegy, de azért a legfontosabbak a lokális, a Békés Csabai, Békés megye írók, költők, művészek, akiknek fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk. Felsorolhatnám itt Illés Adriántól kezdve Csordás Ákoson át, nem is tudom a sort, nagyon sok művész innen indult. Én nagyon remélem, hogy az Anita is egy nagyon szép karriert fog befutni. A Békés Csabai irodalmi estek következő felvonása szeptember 1-én kedden lesz a Békés Csabai Városháza dísztermében. Addig is az est szervezői jövő héten klasszikus zenei estre várják az érdeklődőket. Egyedülálló játékkal szórakozhatnak a vállalkozó kedvűek Gyulán. A turisták egy újszerű kezdeményezéssel barangolhatják be Gyula nevezetességeit, megismerhetik azokat és végül sikerélménnyel fejezhetik be a 2-3 órás kalandozást. Kulturális kikapcsolódást ígérő, Magyarországon egyedülálló lebonyolítási rendszerrel rendelkező játék indult Gyulán. A vállalkozó szellemű játékosok a 11 állomást követve megismerhetik a fürdőváros nevezetességeit. Itt a start, innen indulunk. Itt éppen a gyulai nagy család nézi a meseszerű térképet. Gyula főbb nevezetességein keresztül gyűjtik be a kódokat, hogy azok segítségével nyithassák ki az utolsó széfet a célban. Én teljesen érdekes volt számunkra is, attól független, hogy gyulai lakosként már itt élünk, én kiskorom óta. És tényleg olyan helyekre jártunk, ahol nem minden nap járunk meg, nem nézzük meg, és tényleg érdekes feladványok voltak, és könnyen ki lehetett tölteni és megtalálni őket. A jelenlegi feladatsor 2,7 kilométeres távot foglal magába, és 11 feladatot megoldva lehet hozzájutni az utolsó szép tartalmához. A térképeken kigyűjtött kód segítségével hozzájuthatnak az ajándékokhoz. Minden állomáson apró feladványok vannak, ezeket egy templom oldaláról, egy szoborról, különböző helyekről tudják leolvasni. Játékosan minden korosztály számára ez egy élvezetes családi túra. A 11 állomás Gyula nevezetességein vezeti végig a játékost, így bárki megismerheti a fürdővárost, legyen helyi, megyei lakos, vagy az ország más részéről érkezett látogató. Az érdeklődők a játékról és a feltételekről bővebben a www.gyulakultúra.hu honlapon tájékozódhatnak. A harmadik felkészülési mérkőzését vívta az orosházi FK-s Elina már férfi kézilabda csapata szerdán. A zöld-sárgák ellenfele ezúttal az SBS Eger gárdája volt. Az orosháza kapkodva sok hibával játszott az első félidőben. Az eladott labdák és kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Az Eger végigvezetett a játék részben, volt, amikor már 4 góllal is, amelyet a hazaiaknak sikerült megfelezniük a szünetre. Az orosházi együttes a fordulás után már tapadt ellenfelére. A félidő közepén a frissen csatasorba álló orosz légiós Peskov révén az egyenlítés is sikerült, de a vezetés megszerzésére az 58. percig várni kellett. Ekkor kis, kettős ember hátrányból talált be, majd német góljával hamarosan már 2-vel is vezetett a házigazda. Az előnyt azonban nem sikerült megőrizni, mivel a vendéggárda a lefújás előtti másodpercekben egyenlített, így igazságos döntetlen született a küzdelmes edzőmérkőzésen. Védekezésünk nem állt össze az első fél időben, sok gólt kaptunk, kapus is és védelem is, plusz kihagytunk zicsereket, ezáltal ott az Eger egy pár góllal elment. A végén a második fél időben ugye tudtunk egyet fordítani, ott szerencsétlen szituáció lett, hogy a végén kaptunk egy gólt, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat kell még dolgoznunk az elkövetkezendő időszakban és az edzőmeccseken. Az orosháziak teljes kerettel várták az Eger elleni összecsapást, mivel az összes leigazolt idegen légiós megérkezett a csapathoz, ismertette az együttes vezetőedzője. Ratko Gyurkovics elmondta, hogy az új játékosok beépítéséhez időre van szükségük. Jobb lovó, orosz rutinos játékos, ez biztos, és biztos jó erősít a csapat, biztos, de
Kell idő várni neki, de szerintem komoly játékos, biztos. Az Orosházi FKS a legközelebb pénteken 19 órától és szombaton 11 órától lép pályára, amikor a Telekom Veszprém U22-es gárdáját fogadja. A Békés Csaba 1912 előre csapata az NB1-2 favoritját, a Vasas FC együttesét látta vendégül szerdán a másodosztály második fordulójában. A két együttes legutóbb idén februárban csapott össze, amikor gól nélküli döntetlennel zárult a találkozó. A mérkőzés első helyzetére a 15. percig kellett várni, Pekár éles szögből tüzelt a csabai kapu felé, de uram védte a próbálkozást. Alig telt el a félidő fele, amikor Szabó távoli löketét kellett kapu fölé tolni a Jovának. A 28. percben uram szabálytalankodott a 16-oson kívül, de kiállítást nem lett a szituációból, a szabadrugás pedig nem volt veszélyes. A 34. percben a Vasas szerezte meg a vezetést, Radó indította a lesgyanús helyzetből induló Sie Eriket, aki a hosszú sarokba gurított, Szalai pedig már nem tudott tisztázni a gólvonalról. A csabaiak ezt követően nem adták fel, és még az első félidőben egyenlítettek. Szalai jobb oldali beadására Paudics Patrik érkezett jól, és fejelt a kapu jobb oldalába. A második félidő első percei Lukács Rajmondról szóltak, a támadó előbb Lesről talált a kapuba, majd pár pillanattal később Hursán kiugratásából adódott zicsere, amelyet a vendégek hálóőre hárítani tudott. A mérkőzés utolsó perceiben mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést. A 85. minutomban Szatmári átlövésébe birtalan szúrt bele, azonban uram reflex mozdulattal védett. A csabaiaknak is volt meccslabdája, a 93. percben Pántovics ugrott ki és rontott zicsert, majd visszagorítása után Lukács lövése akadt el a blokkban. A végeredmény így maradt az 1-1-es döntetlen. A Vasas elején nagyon jó futballoznak, nagyon labdabiztosak, nagyon sok minőségjátékosuk van, ez egyenség volt az első fél időben, stabilan védekezzünk. Sajnos kaptunk egy gólt, Ferivel teljesen egyetértek, hogy lélektanilag nagyon fontos volt az, hogy egyenlíteni tudtunk, hiszen MB2-ben azt el kell ismernem, hogy az első gólt, hogy az általában megnyeri a mérkőzések zömét, 80%-át, tehát nagyon fontos. Tehát lélektanilag nagyon jókor jött ez a gól. A Békés Csaba két forduló után 4 pontot szerzett, míg a Vasas csupán 2 döntetlent játszott az új szezonban. Rendkívül csalódás az eredmény számunkra. Az nem kérdés, hogy nem volt gördülékeny a játékunk, de voltak olyan periódusai mérkőzésnek, amikor maximálisan bevált az, amit elterveztünk. Azt továbbra is azt mondom, hogy saját magunkat végezzük ki azzal, hogyha vissza lehet nézni két ilyen elképesztő gólt kapunk a két forduló alatt. A Békés Csaba 1912 előre legközelebb augusztus 9-én vasárnap 19 órától az Ajka otthonában lép pályára a labdarúgó NB2 harmadik fordulójában. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!